5 osztály, összesen 166 diákja búcsúzott középiskolájától péntek délelőtt a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. Az évfolyam jó eredményekkel zárta az utolsó évét, bár idén még nem kötelező a nyelvvizsga a felsőoktatási felvételihez. A tanulók 2/3 már így is rendelkezik a bizonyítvánnyal. Ráadásul a speciális nyelvi tagozatú csoport fele már a felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt is megszerezte. Én angol szakon kezdtem a Vasvári Pál gimnáziumot, és úgy is fejeztem be. Ez azt jelenti, hogy emelt óraszámban heti volt, hogy 8, de aztán a végére heti 5 órában tanultam az angolt, de mindig nagyon jó hangulatban teltek az órák, megtaláltuk a közös hangsúlyt a tanárokkal is, nagyon kedvesek, segítőkészek voltak. Ezen felül ilyen szakon is szeretnék majd tovább tanulni, szóval tudták biztosítani azt a tudást, ami nekem ehhez szükséges. A most végzős évfolyam átlaga 4,47 század volt. A tanulók közül 45-en kitűnő, mintegy 60-an pedig jeles bizonyítvánnyal zárták a gimnázium utolsó évét. Több diákot díjaztak is a ballagáson. Az alapítvány is díjaz, mégpedig egy csoportot, azt a csoportot, akik segítettek létrehozni a Zsesóvi Szent Hedvig gimnáziummal a testvériskolai kapcsolatot. Tehát az első világháború 100 éves centenáriumára kiírt pályázatot használták fel arra, hogy ezt a partnerkapcsolatot létrehozzák. Ez egy nagyon különleges esemény most itt az intézményünkben. Az egyéni kategóriában Magyar Eszter, aki egy kiváló tanulmányi eredményű tanuló, ő egy természettudományos vonalat képvisel, nem úgy, mint az Iker testvére, ő lesz az egyéni díjazottja az alapítványnak. Ezen kívül a DSE is átad díjat, Szabó Tibor Benedek többszörös világbajnok kempósnak, valamint a Diák Önkormányzat Cimer Rolandnak adományozza a kitüntetést, az oklevelet. Az intézmény hagyománya, hogy minden évben egy ballagú diákot Vasvári Pál gimnáziumért emlékplakettel jutalmaz. Ezt idén Magyar Boglárka kapta, aki saját versével búcsúzott iskolájától. Ha megkérdeznéd most tőlem, hogy milyen, annyit mondanék. Szavakba önthetetlenül furcsa. Hogy az előbb jött el 2015. júniusa, aztán megtörténtek azok a gilis pillanatok. Magyar Boglárka mintegy 15 díjat nyert, és 6 publikációja is megjelent a gimnáziumi évek alatt. Az elmúlt 4 évben a Vasvári Pál gimnáziumban rengeteg eredményt sikerült elérnem. Magam mögött tudhatok számos országos versenyt, megyei versenyeket, szavaló versenyeket is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres 4 év volt számomra, mert amikor idejöttem az általános iskolából, akkor egy kicsit kinyílhattam és megmutathattam magam. Mindig nagyon élveztem ezeket a versenyeket, soha nem éreztem úgy, hogy belekényszerítettek, hanem a vége fele már 11-12. Osztályra én szerettem volna menni, és én mondtam azt, hogy ide is szeretnék eljutni. Rengeteget írtam a 4 év során, és ilyen téren is sokat fejlődtem, illetve rengeteg írós versenyt is nyertem, és a későbbiekben Budapesten szeretnék tovább tanulni, odaadtam be a jelentkezésemet 2 egyetemre is. Az idén ballagú évfolyamban többek között testnevelés, informatikai, természettudományi és emelt szintű nyelvi tagozatos diákok is tanultak.